Sziasztok, én Adri vagyok, ez itt a Rókaland, és ma kiváló magyar termékekről lesz szó. Nagyon sokszor látom azt, hogy az emberek azon háborognak, hogy nem értékes tartalmak készülnek az internetre, hogy nem fontos dolgokról van szó, hogy mindenki mindent össze-vissza reklámoz, és megmondom őszintén, én azt érzem, hogy alapvetően ez nem a tartalom gyártók hibája, hanem a fogyasztók hibája. Tudom, ezzel sokan nem fognak egyetérteni, de én magamból tudok csak kiindulni. Én is követtem már olyan insta-celeb lányokat, akik minden hónapban más hajápolási terméket reklámoztak, mindig más italra mondták, hogy finom, stb. stb. Aztán kikövettem őket. Szóval szerintem, hogyha elég sokat nézed az interneten lévő tartalmakat, már pedig rengeteg ember életében van ez jelen, akkor meg kell tanulnod szelektálni, felnőtt emberként. Most ne keverjük ide nyilván a gyerekeket, felnőtt emberként. És azt gondolom, hogy ez ellen csak és kizárólag úgy lehet tenni, hogyha azokat a tartalmakat toljuk előre, azokat reklámozzuk, amikről azt gondoljuk, hogy értéket képviselnek. És az elmúlt időszakban az egyik legkedvesebb felkérés volt számomra az, hogy a Hungary Coolhoz csatlakozzak valamilyen formában. De mi is az a Hungary Cool? A Spár és a kántál közös szervezésében létrejött Hungary Cool termékverseny során izgalmas hazai termékeket keresnek. Olyanokat, amelyek még nem kaphatóak országos kiskereskedelmi láncokban, de készen állnak a szintlépésre. A termékverseny győztesei bekerülnek az ország összes interspár áruházába, nagyértékű reklámkampány keretében mutatkozhatnak be a vásárlóknak, a K&H-tól finanszírozást és személyre szabott pénzügyi tanácsokat kapnak, valamint részt vesznek majd a Spár beszállító Akadémia egyedülálló mentorprogramjában. Ha van egy kis vállalkozó, aki akár a családi házának a pincéjében gyárt valamit, és van egy saját kis vevőköre, azzal nagyon nehezen tud berobbanni, és nagyobb tömegekhez elérni, nagyon nehezen tud fejlődni, nagyobb cégé kinőni magát. De ha bekerül a spárba, akkor annyi emberhez jut el egyszerre, hogy sokkal könnyebb előrelépnie, óriásit ugrik a termelés is ilyen esetekben, úgyhogy ez rengeteg vállalkozónak nagyon-nagyon fontos és jó lehetőség. Régebben ez a termékverseny a cápák között című műsorral közösen futott az RTL klubon, de 2022-ben már vált a két dolog, és sokkal egyszerűbben lehetett nevezni a Hungary Cool honlapján keresztül. Bár egy tévéműsorban szereplés rengeteg előnyel jár, voltak olyanok, akik nem feltétlenül szerettek volna egy ilyenben részt venni. Te egy kisvállalkozó vagy, aki otthon készíted a kis termékeidet, és tudod, hogy jó a terméked, a vásárlóid is azt jelzik vissza, hogy jók a termékeid, de nem akarsz bemenni a tévébe. Nem akarod ott eljátszani, hogy te vagy a Jani, nem akarsz sóműsort csinálni, te egyszerűen csak a termékedet szeretnéd eljutatni az emberekhez. Na most így erre sokkal többeknek volt lehetőségük, és nekem ez nagyon tetszik, hogy ennyivel könnyebb lett az ő feladatuk, és ennyivel több terméket lehetett így aztán átnézni. Mert amúgy rekord mennyiségű nevezés volt ebben az évben, vagy hát ugye a tavalyiban. Az előző versenyek sikerét is felülmúlva 174 cég 301 termékkel, termékcsaláddal nevezett. Ezután csak szűkíteni kellett a kört, és végül a legjobb 10 terméket kellett kiválasztani. És hát hogy kerülök én a képbe? Hát több mint egy éve volt, azt hiszem, amikor a spárban sétálgattam egyszer, és megláttam ezt a nagy Hungary Cool feliratot, és ott láttam ezeket a termékeket, elképettem azon, hogy mennyire különleges dolgok vannak itt, és ez mind magyar, hogy strutszalámi, meg ilyen jó árban, ilyen gyönyörű csín, meg ez, meg az, szóval, hogy nagyon sok minden megtetszett, és készítettem is erről egy videót, akkor ugye még ketten voltunk a csatornán, és egyszer csak kaptam egy levelet a spártól, hogy eljutott hozzájuk ez a dolog, és még azt is mondták, hogy még tetszett is nekik, meg majd még lehet, hogy egyszer küldenek olyan termékeket, amiket abban a videóban nem sikerült megkóstolni, szóval így, Wow. És akkor így egy pár hónapig csend volt, de aztán megkeresett a spárral együtt dolgozó ügynökség, hogy akkor itt lenne a lehetőség, van-e kedvem az idei évben a zsűriben is helyet foglalni. Dolgozom egy tíz éve ebbe a gasztro szakmába, de úgy igazán influencernek nem, nem, hiszem, hogy tekinthetem magamat, és, és ezért ilyen extrémen jó esett, hogy valaki mégis azt gondolja, hogy de, a zsűriben a helyed. És tudjátok, amikor decemberben sor került a zsűrizésre, hiába ültek ott mellettem olyan emberek, akiket adott esetben mondjuk többen követnek ilyen-olyan platformokon, én a helyemen éreztem magam. Én azt éreztem, hogy igen, én ide való vagyok, és nagyon örülök, hogy elmondhatom a véleményemet ezekről a dolgokról is, és abszolút komolyan akarom venni. És hát szerencsére a zsűribe amúgy ott ült mellettem a bal oldalamon Sallai már is, úgyhogy innentől kezdve aztán végképp nagyon könnyű volt ezt az egész együttműködést szeretni, és nagyon durva volt az a nap, amikor zsűriztünk, rengeteg mindent kóstoltunk végig, és szépen pontozgatni is kellett, és mi már azokat a termékeket kóstoltuk meg, amiket nagyjából érdemesnek talált a spár arra, hogy hogy lekóstoljuk, és hogy akár felkerülhessenek a végső nyertes listára. És a nyertesekről, hát nem az összes nyertest fogom most megmutatni nektek, mert ezek szépen fokozatosan lesznek csak kihirdetve, és ezen a héten csütörtökön az első kettő nyertes került még elő, de szerencsére kettő olyan termékről, vagy hát két termék kategóriáról lesz szó, akiket én is nagyon pozitívan értékeltem. A Hungary Cool negyedik évadának első nyertese dr. Turi Gloria és márkája a Naturi. Gloria egy betegség folytán került válaszút elé, drasztikusan meg kellett változtatnia az életmódját, és az életmódváltás részeként nyers vegán étrendre állt át és ebből alakult ki vállalkozása is. A nyersvegán termékek jellemzője, hogy kizárólag természetes, növényi összetevőkből állnak, és készítésük során olyan eljárásokat alkalmaznak, amelyek megőrzik az alapanyagokban lévő rostokat, vitaminokat, ásványi anyagokat is. Ezek a termékek kizárólag zöldségeket, gyümölcsöket és magvakat tartalmaznak, és kíméletes asszalásos eljárással készülnek. Konkrétan nekem volt már videóm a Naturinak a kél csipszével, nem is olyan régen. Ide teszem amúgy a videót, és akkor meg tudjátok nézni. Ö, teljesen el voltam alélve attól a kale chips és akkor én még nem tudtam, hogy ők is neveztek ebbe a versenybe. És tessék! És még érdekesebb amúgy, hogy a kiel chips nincs is itt most a kínálatban. Mert hogy zöld színnel van ez a stick és kréker kategóriájuk, ami egy kicsit ilyen tömöttebb, hát ez ilyen laktatóbb jellegű dolog. Aztán van a bites, ami az édes dolgaikat jelöli, almás és banános vaníliás kekszecskék, és a kis kedvenceim a chipsek, Amiből itt most egy sárgarépás és egy céklás van. Valamiért én a pálcikához vonzódom jobban, úgyhogy ezt a selection, válogatás nevű, pálcikát fogjuk megkóstolni. Friss zöldségekből készült ropogós pálcika a mindennapokra. Tudatos táplálkozás követőjének utitása növényi alapanyagokból. Gyönyörű az összetevő lista. És vegán és gluténmentes, tojásmentes, szójamentes, laktózmentes, szóval igenis ezt úgy illik kóstolni nem úgy, mint egy 100% fehér listes cuccot, mondjuk egy olyan ropit, mert nem, nem lesz ugyanolyan. Látjátok, hogy többféle ízű rudacska van itt, és jó masszív úgy 100 g. Hát ez nem az, amit egyszerre eszik meg az ember. Isten illata van. Na nézzük a világos színű rudat. Rendkívül jó a fűszerezése. Érezni, hogy nyers, tehát, hogy nem egy ilyen sült tészta de azt gondolom, fantasztikus. Mm, ropogtatni való és tömény, de nem fullaszt. Nem tudom, ettetek -e már olyan gluténmentes, ilyen teljes kiörlésű krékerkex akármit, ami így, mikor rágod, akkor olyan, mint hogyha fűrészpor lenne, vagy, vagy homok. Na, ez nem olyan. <laughs> Ezekben bízom a legkevésbé, mert nekem ezek nem szoktak bejönni. Én nem szeretem a nyers édességeket. Legyen a banános, jó? 57% banán, kókuszreszelék, őrölt vanília, kurkuma, étkezési só. Kész! Ennyi! Ilyenek a kis kekszek. Uh, azt azt a minden itt elképesztően durván vanília illata van. Atta! Ne szórakoz. Jó! De hogy? Nincs benne cukor se. Fogadni váltam volna, hogy ezt utálni fogom. De ez... Ez király! <laughs> nagyon jól ropog, nagyon finom kókuszos banános. Aki nem szereti a Durván kókuszos dolgokat, annak nem fog tetszeni, mert rengeteg kókusz van benne, az, az tartja össze. Ez mennyire menő! Ez, ezt, e -he -he. Ez tisztán azoknak az alapanyagoknak, amik benne vannak, egy fantasztikus kombinációja. Amikor a zsűrizésnél kóstoltuk ezeket, akkor nem kóstoltuk meg mindet mindannyian. <laughs> És én lecsaptam a kél csipszemre, és kb. abból bevágtam egy fél zacskóval, és az édeseket abszolút kihagytam, mert tudtam, hogy az, az nem az én pályám. És most visszakerestem nektek azt a lapot, amire értékeltünk. Mutatom, hogy én erre tizet és tizet adtam. Mert akkor is azt gondoltam, hogy egyszerűen ennyire egészséges terméket mások és nem fogok példákat mondani, de tudnék, magyar példát is, nem tudnak ilyen jól elkészíteni, nem lesz ennyire finom, mint ahogy ezek a tervékek ki vannak találva, és ez most csak egyre erősebben itt van előttem. És hát a chips kategóriát ismerem a legjobban, Répásat biztos, hogy kóstoltam. Rámegyek most arra, amire kevésbé emlékszem, a céklásra, Abszolút nem Gerjesztő! 30% a cékla, aztán sárgarépa, banán, lemmag, aranylemmag, frissen fasalt, citromlé, vöröshagyma, fokhagyma, őrölt piros paprika, kápia paprika, étkezési só. Annyira szeretnék egyszer egy ilyen terméket fejleszteni. Annyira szeretnék egyszer egy ilyet kitalálni, és legyártani, és uh, ráírni, hogy uh, rókakaja. Vannak benne ilyen szebb céklás falatok. Uh, nagyon jó az illata. Mm. Ez a két termék kategória elég hasonló, de ez ilyen masszívabb, olyan, ami így mondjuk nagyon jól állna valami mártogatóshoz, ez meg tényleg ilyen kis bekapom és ö, nassolok a tévé előtt kategória. Egyedül talán azt tartom itt ö, valamennyire megtévesztőnek, hogy a chips kifejezés nem illik rá. Én ezt inkább egy krékernek mondanám, mint chipsnek. De nagyon finom. Mm. Szerintem elveszi ez is simán a nasolás utáni vágyadat. Mm. És közben jót teszel magadnak vele. Mm. Adri 10 tízre 10 10-re értékelte őket a lapon. Be is kerültek a nyertesek közé. <laughs> És akkor jönjön a következő nyertes, aki én a szavazó lapon 9 és 9-et adtam. Hozzátartozik ehhez a dologhoz az, hogy én három, három meg négy pontokat is adtam, szóval 8-tól fölfele számomra minden termék olyan volt, amit én szívesen tennék hangarikul cool díjassá, Úgyhogy a 9 az tök jónak számít, nem hogy tök jó, az kiválónak számít. Én azért adtam rá kilenc et mert fogyasztói fejjel gondolkodtam, miattatok, miattatok kellett levonnom egy pontot, már mint amiatt, hogy nem mindig hiszem el kiváló dolgokról, hogy ez az embereknek be fog jönni. Tényleg ne értsetek félre, én is voltam fiatal, én is voltam az, akinek a két dekás kalinka kilógott a táskájából, és abszolút nem volt igényem annál jobb dologra, de felnőttem, és most is szeretek alkoholokat kóstolni, de sokkal jobban élvezem azokat az alkalmakat, amikor ténylegesen csak kóstolok, és nem rosszul létig iszok. És szeretnék olyat, amitől nem leszek rosszul másnap, és szeretnék olyat, ami nem tesz olyan kárt a szervezetembe, mint azok az italok, amiket régen és sokszor még mindig kutatnom kell a magyarokat. És amikor a zsűrizésnél a kezünkbe vettük ezt az italt, akkor azt éreztem, hogy ez kell. Tényleg, ne nekem ez kell. De nem tudom, hogy a fogyasztónak is kelleni fog-e. A Hangerikul negyedik évadának második győztese Gyurján Attila és a Wolfend Lamb. Közel tíz évnyi tapasztalattal a háta mögött alkotta meg a saját receptjét, és ezzel a Wolf and Lamb gyógynövénylikört. Attila véleménye szerint a hazai gyógynövénylikörgyártásnak szüksége van a vérfrissítésre, arra, hogy ezek a típusú termékek ismét utat találjanak a magyar fiatalabb fogyasztók felé. Az ízvilág fejlesztésénél figyelembe vette a nemzetközi trendeket, és mindvégig elsődleges szempontnak tekintette, hogy a lehető legmagasabb minőségű termék jöjjön létre. Az ital kézműves eljárással, gondosan válogatott alapanyagokból, kizárólag természetes hozzávalók felhasználásával, titkos és egyedi receptúra alapján készül, számos gyógynövény kivonatát zárva magába. Szóval ez itt a Wolf and Lamb. Átjön az nektek, hogy mennyire mese szép ez a címke. Látjátok, hogy, hogy egy kicsit ilyen domború is, hogy az üveg is domború. Ilyen meseszerű, de nem gagyi egy ennyire túldíszített grafikájú dolog, az, az sok esetben sikerülhet olyanra, hogy azt mondod rá, hogy hát a kevesebb több, de nem. Ide, szerintem erre az üvegre, ehhez a koncepcióhoz fantasztikusan illik a grafika. Tudom, hogy alkoholról nem szabad azt mondani, hogy ez így jót tesz neked, mert olyan nincsen is. De valamiért én mégis azt gondolom, hogy hogy egy jó gyógynövényes likőr az adott esetben tud segíteni ezen azon. És hát akkor ugye adjuk hozzá ehhez a termékhez, hogy újra hasznosított üvegből készül, hogy fa dugója van, belül parafával, szóval, hogy nem tudok belekötni. Ott van benne a, a természet szeretete, a környezettudatosság, a saját gondolat, a, a, a különleges megjelenés. Ezt az üveget százszerzalék, hogy meg fogom tartani, hogyha kiürül. Szóval, hogy, 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 hogy ilyen gondoskodás, újítás, minden egyben, minden bele van gyúrva, amiről azt gondolom, hogy sikeressé és nagyjá tehet egy italt. És nem tudom, hogy erre készek a magyar fogyasztók, hogy valami ilyen jó dolog megérje nekik. Hoztam hozzá fancy poharat, és akkor töltök magamnak egészségetekre. Hú, komoly. Komoly tal. Az alkohol mellett azért ez a gyógynövény kombó ez úgy beteríti a szádat rendesen. Ma már kijönni egy újabb és újabb ginnel nem akkora feladat és amúgy én támogatom, és baromira örülök az újabb és újabb dzsineknek, főleg az újabb és újabb magyar dzsineknek, de ezt a gyógynövényi kör dolgot tovább tolni, ez egy, ez egy, nemes menő feladat. Úgyhogy nagyon gratulálok ehhez a termékhez, és nagyon, nagyon örülök, hogy a többi ember a zsűríben is úgy látta, hogy ennek a terméknek itt van a helye. Ha szeretnétek megvásárolni őket, akkor a Naturi most 1389 forintért, a Wolf Lamp pedig 9990 forintért érhető el az Intel üzleteiben. Szóval hozzám most ez a két termék érkezett meg, és jövő csütörtökön jön a következő kettő. Nem fogok mindenről YouTube videót készíteni, de lesz még olyan része ennek a dolognak, amiről biztosan meg... Biztosan látni fogjátok nálam az összes többi terméket is. Kövessetek Instagramon, mert ö, ott biztos, hogy azonnal ki is fogom tenni, amikor érkezik új termék. És dobjatok egy lájkot like erre a videóra, hogyha szeretnétek, hogy minél több emberhez eljusson ez a dolog. Tudom, hogy nem könnyű téma, tudom, hogy ö, amikor valami botrányos dologról beszél az ember, akkor az könnyebben felkapja a média és viszi tovább, de de én biztos, hogy fogok még erről beszélni, mert, mert nekem ez az egész kisvállalkozós téma nagyon közel áll a szívemhez. Én azt gondolom, hogy, hogy segítenünk kell egymásnak azzal kapcsolatban, hogy, hogy, hogy ami jó, ami magyar, ami jó, ami büszkeség, az minél több emberhez eljusson. Úgyhogy segítsetek ebben ti is, ha tudtok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm szépen a tagoknak is, hogy léteznek, hogy vannak, Patreonálóknak is, és ebben a hónapban még érkezni fog nekik extra videó, Üm. és én is érkezni fogok még ebben a hónapban többször is, úgyhogy találkozunk itt. Sziasztok!